A Központi Statisztikai Hivatal minden évben rákérdez arra, hogy különféle jövedelmi szinteken a magyarok mekkora havi nettó jövedelmet tartanak elegendőnek. Nagyon szűkös, szűkös, átlagos, jó és nagyon jó életszínvonal fenntartásához. Az alábbi ábrán az oszlopok mutatják meg, hogy a legrosszabbból is a legjobban kereső, és a köztes jövedelmi ötödökben mekkora jövedelmet tartottak szükségesnek az emberek a különféle megélhetési szintek eléréséhez tavaly. A felmérés alapján egyedül a legmagasabb jövedelmű, hozzávetőlegesen 2 millió magyar valós jövedelme haladja meg azt a szintet, ami ennek a csoportnak a megítélése szerint átlagos életszínvonalat tesz lehetővé. A legalacsonyabb jövedelmű, mintegy 4 millió magyar jövedelme a saját megítélése szerint nem, vagy alig éri el a szintet, amiből szűkösen ki lehet jönni. Mindez úgy teljesül, hogy közben az elvárásokban is nagy eltérések vannak. Amíg ugyanis a legalsó ötödbe tartozók fejenként havi 151 000 forintot tartanak szükségesnek az átlagos életvitelhez, addig a legfelsőben 250 000 forintot. Komját Imrével folytatjuk tehát a Startot, az MSZP társelnökét Skype kapcsolaton keresztül tudjuk megszólítani. Ma reggelt, jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van. Jó reggelt kívánok a nézőknek is. Mindjárt mindenről fogunk beszélni, külföldi munkavállalókról, bértárgyalásról, meg bérekről és az MSZP még inkább baloldali programjáról, de szerintem, ami igazán eljutott mostanában a híreken keresztül a nézők közönnel kapcsolatban, az az, hogy megkapta élete első egyetemi osztályzatát. És ugye ez nem pletyka, mert hogy ő büszkén kitette a Facebookra. Egy picit beszéljünk erről, mert azért ez egy szokatlan helyzet, hogy valaki 56 évesen kezdi el az egyetemi tanulmányait, ha jól olvasom, személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapszakon. Hogy így van, jött ez? Miskolci Egyetemben kezdtem el tanulmányaimat. Szeretném megalapozni még inkább, megerősíteni azt a munkát, amit eddig is végeztem. A munkavilágában tevékenykedtem, eddig is politikai tevékenységemnek a muníciót is nagyrészt onnan hoztam, és azt gondolom, hogy a jövőben is ezzel szeretnék főleg foglalkozni. Ezért most úgy éreztem, hogy iskolapadba kell ülnöm, és most egy társadalom biztosítással foglalkozó tantárgyból jeles eredményt értem el, ez volt életem első egyetemi osztályzata, és nagyon sok gratulációt kaptam. Én azt gondolom, hogy ennek kellene természetesnek lenni, hogy az ember iskolapadba tudjon ülni, akár 54 évesen is, illetve, hogy azt kellene a kormánynak támogatni, hogy minél több kiművelt emberfő legyen az országba, és ne mondjuk az összeszerelő sorok országa legyünk. Sajnos azt kell látnunk, hogy az utóbbi években azért nem e felé ment a kormányzati politika. Nagyon örülök neki, hogy nekem erre van lehetőségem, de azt szeretnénk, az MSZP-vel azt szeretnénk elérni, hogy minél több diák tudjon tanulni, minél több fiatal tudjon tanulni, és mondjuk ne olyan számok legyenek, mint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében, hogy 25 év alatti munkanélküli jelen pillanatban közel 20 000 van. Na, hogyha már említette az NFS számait, akkor én egy másikat idéznék ezek közül, ami ugye arról szólt, hogy egyre nagyobb a kölcsönzött munkaerő aránya a Magyarországon dolgozók közül, és egyre több magyar gyárban tűnnek föl fülöp-szigeteki, indonéz, vietnámi vagy éppen mongol vendégmunkások, és ezzel kapcsolatban a Szabad Európa írt egy hosszabb elemzést, és ott úgy fogalmaztak, hogy a legtöbb vállalat kifejezetten elégedett ezekkel a munkavállalókkal, mert hogy nem akarnak táppénzre menni, hanem azért jönnek, hogy minél többet dolgozzanak, túlórázzanak, ráadásul mondjuk a Fülöp-szigetekről jövőknek nagyon jó a precizitása, a hozzáállása, tanulni akarnak, odahaza is egy ilyen üzenettel indítják el őket. Hát ez egy elég komoly versenyhelyzet a magyar munkavállalóknak, ha ők még itt vannak az országban. Hogy lehetne ezt a helyzetet javítani? Sajnos elég sok magyar munkavállaló nincs itt az országban. Igen, azért mondtam. Pontosan azért nagy a munkaerő hiány bizonyos területeken, úgy szokta ezt nevezni a szakma, hogy van strukturális munkanélküliség van, ahol az ország egyes részén munkanélküliség van, mert mondjuk annyira alacsony képzettségű emberek
élnek ott, és nem tudnak olyan munkát vállalni. Másik ország másik részén és más területen, az iparban, ott pedig munkaerőhiány van. Alapvetően például ilyen az autóipar. Éppen tegnap beszéltem Vasas Szakszervezet alelnökével, László Zoltánnal, és arról számolt be, hogy még a munkaerőhiány még mindig nagy az autóiparban, és azért, mert nagy a fluktuáció. Nagyon sokan bemennek a munkahelyre, egy ideig ott vannak, és sajnos rossz a munkahelyi légkör. Ez adódik abból, hogy szinte tervezhetetlen egy család élete, olyan szinten változtatják a munkarendeket, rengeteget kell túlórázni, illetve nagy nyomás van azokon az embereken, akik bekerülnek a gyárba, és néhány nap után már ugyanazt a teljesítményt várják el tőlük, mint aki már jó ideje ott dolgozik, és éppen hogy csak betanították. Azon kívül hát azért a munkavédelmi szabályokkal is probléma van, nem is a szabályokkal, annak a betartatásával, és mindezek azt eredményezik, hogy elvándorol a munkaerő. Na most az MSZP többször felhívta a figyelmet arra, hogy nekünk nem a külföldi munkaerővel van problémánk, hanem azzal van a problémánk, hogy sok esetben olyan munka környezetből jönnek, olyan országból jönnek, olyan munkakultúrából jönnek, ahol gyakorlatilag szinte ismeretlen a túlóra fogalma. Vagy mint a munkavédelem, hogy ott költenek arra, hogy a dolgozó ne sérüljön meg, ne menjen tönkre az egészsége. Ezért természetes, hogy a munkáltatók örömmel fogadják ezeket a külföldi dolgozókat, mert hogy nem kell rájuk annyit költeni. De amikor önök unblock egy interjúban a Telexnek úgy fogalmazott, hogy a multik, a globális nagytőke és a bankok profitészsége az emberiség létét fenyegeti, és hogy ez lesz most a úgymond célkeresztjében az MSZP-nek ezt a helyzetet megváltoztatni, azért az erőteljes túlzás, nem? Ugye ugyanazt, hogy a mondjuk infláció követő béremelést adnak idehaza, azt szintén a multik részéről halljuk, nem mondjuk akár kevés szektor részéről, szóval, hogy ez egy erőteljes általánosítás, hogy itt mindenről a múlt tehetnének. Azt gondolom, hogy döntsék el a nézők, hogy erőteljes általánosítás-e az, hogy egy a magyarságára nagyon büszke kormány gyakorlatilag kiszolgáltatja a magyar munkavállalókat, nem csak multiknak, hanem olyan cégeknek, akik nem akarnak költeni egyébként a dolgozókra. Mennyire túlzás az, hogy az emberiség létét fenyegeti egyébként a profitésége a globális nagytőkének, a bankoknak, amikor látjuk, hogy a klímaválság egyik oka az az, hogy a profitésség odáig meg, hogy kiirtják az őserdőket, és a helyükre mondjuk pálmaolajfákat ültetnek. És hosszan sorolhatnám, hogy miért is van az, hogy válságról válságra billeg a világ. Ezért van, mert a globális nagytőke profitőségét nem lehet kielégíteni. Egy ilyen viszont helyzetben mennyire indokolt az, hogy ugye elkezdődtek a bértárgyalások a jövő évre nézve, és feketen-fehéren Nagy Márton az Inforádióban kijelentette ugye a gazdasági miniszter, hogy a kormánynak messze el kell kerülni a bértárgyalásokat, mert ez a munkaadók és a munkavállalók ügye. Ugye ez régen hát, azért nem így volt. A kormánynak messze el kell kerülni, hát akkor hol van a kormány felelőssége? Hátra dőlnek abban a helyzetben, amikor látszik, hogy a kormány nélkül nem lehet megegyezni. Kellenének a számok. A munkaadók és a munkavállalók érdekvédelmi szövetségese is, akik ezeken a bértárgyalásokon részt vennének, ha lennének tárgyalások, de nincsenek, elmondják, hogy azok az alapvető számok hiányoznak, amelyek kellenének ahhoz, hogy egyáltalán el kell, tudjanak kezdeni tárgyalni. Például a jövő évi adókörnyezet milyen lesz, mennyire várható GDP, termelékenység, és hosszan sorolhatnám ezeket az adatokat, de még ezeket sem kapják meg. A kormány ebben a helyzetben lerázza magáról a felelősséget. Az MSZP nem véletlenül mondta, hogy vissza kell állítani az valós érdekegyeztetést, valós érdekegyeztető tanácsot kell létrehozni. Ebben a válságos helyzetben különösen, és a legfőbb célja ennek az legyen, hogy a válságot ne a kis emberekkel fizettessék igen, meg. Igen, de azt nyilvánvalóan egy munkavállaló is érti, hogy az a mondjuk 26%-os minimálbér emelés, ami egy 252.000 forintos bruttó minimálbért jelentene jövőre, az kigazdálkodhatatlan, ugye, amiért erre az ötletre reagáltak a munkaadók. Tehát hol a munkavállaló lehet itt? Azt,
Bocsánat, a munkavállaló azt érti, hogy nem tud új cipőt venni a gyerekének, hogyha kiukad. Ez is igaz. A munkavállaló azt érti, hogy nem tudja eltartani a családját. Ő dolgozni akar, pénzt akar keresni, a családját akarja eltartani, és a kormánytól pedig azt várja, hogy ebben a helyzetben segítsen. És a kormánynak pedig lenne lehetősége a segítségre, például még mindig ott van az MSZP az a javaslata, hogy a minimálbér legyen adómentes. A legkisebb bérből ne vegyenek el. Ez azonnali 15%-os emelést jelenthetne, úgy, hogy egyébként a munkáltatónak nem kerülne egy forintjában se. Hú, ez is milyen régi javaslatuk, emlékszem. Nem először beszélünk róla. És egyre időszerűbb, sőt, egyre inkább időszerűbb. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni ma reggel.